Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy láttátok, a mai videó egy kicsikét másabb lesz a megszokottól, ugyanis ilyen régi stílus lesz, de csak erre az egy napra visszajött a régi logó, és nem ilyen zenés videó lesz az a mai videó. Több okból is, ugye az egyik oka az neki, mert nem volt sok időm, ugyanis most már mennyi van, 4 óra elmúlott, képzeld el, nemrég értem haza. A héten meg a múlt héten mondtam nektek, hogy autót nézegettünk, mert lehet, hogy veszünk, lehet, hogy nem veszünk, és megnéztük, rettetes autót, ugye megnéztünk. Ahogy láttátok, hétfőn is mentem, mutattam nektek. Többen mondták, hogy filmezzem le a Ferrarit, a BMW-t, a nem tudom még milyen autókat mondhatok. De majd le fogom őket filmezni, a BMW-t le tudom filmezni, a Ferrarit nem tudom lefilmezni, ugyanis a Ferrarik azok ilyen üveg mögött állnak. A Davis még mindig látás, most pont látod, a belém törölte az órát. És végül is 2 autó maradt, ami mellett nem döntöttünk, hanem gondolkodunk. Az egyik az egy Holden, az a Holden Cruise, a másik pedig a Ford Focus. Mind a kettő hasonló áronban, mind a kettőben hasonló dolgok vannak, úgyhogy ebben a videóban nem más szeretnék nektek megmutatni, mint egy Holdent, ugyanis ma elmentem. Ugyanis felmentem a Holdenhez, képzeld el, ma délután munka után, és vezettem egyet a Holdent, úgy tetszett, de nem tudtam úgy eldönteni, hogy a Ford Focus még nem vezettem egyáltalán, és majd valószínűleg holnap elnézem a Ford Focus-t is, úgyhogy ebben a mai videóban egy, nem más szeretnék nektek megmutatni, mint egy autót, nem más autót, mint a Holden Cruise, na, beszélek hülyeségeket, ja, ugyanis hazahoztam az autót, nem vásároltam meg az autót, csak hazahoztam 24 órára, ugyanis nálunk úgy van, hogy egy pár kereskedőhöz bemész, megnézeket az autót, vezeted egyet, ha tetszik, megveszed, ha nem tetszik, akkor hazahozod egy 24 órára, úgyhogy az autót elhoztam 24 órára, a Kiát azt ott hagytam a Holdennél, úgyhogy majd holnap amikor felveszem, ja? Úgyhogy ma délután azzal megnézi a családom is, a feleségem nem volt ott, a Lucas nem volt ott, mert a Lucas az itt van, szervus, nézi a tévét. Nemrég ért haza az iskolából, úgyhogy gondoltam, hogy hazahozom az autót, megmutatom a családnak, holnap elmegyek vele munkába, aztán holnap valamikor délután visszavisszük, és majd eladjuk. Közben akarok menni megnézni a Ford Focust is. Úgyhogy a mai videóban ezt szeretném nektek bemutatni, hogy milyen az autó, meg hogy egyáltalán ti mit gondoltok róla. Bármire ti ezt a videót látjátok, addigra lehet, hogy már túl késő lesz, ugyanis lehet, hogy addigra már vagy megvásároltuk, vagy azt mondtuk, hogy nem vásároltuk meg, mert nem tetszett, vagy még gondolkodunk rajta. Na mire? Ugye most leteszem a Davis-t, és lemegyünk és megnézzük ezt az autót, megmutatom a családnak, aztán utána megmutatom nektek is, ugyanis... Nem miért kell kiabálni, Nyuszi, te is jössz lefele. Ja, és képzeld, ez az autó kulcssal indul. Mármint olyan kulcssal indul, hogy ilyen távirányítós kulcssal, és ha nyomod a gombot, akkor ilyen 10-20 méterről beindul az autó, tehát be se kell ülnöd, előre beindul, hogy ez miért jó? Én sem tudtam, hogy miért jó. Azt mondták, ez azért jó, képzeld el, mert beindítja a légkondit, leüti neked az autót, mire kisétálsz, és beülsz ugye az autódba, bár így nem tudják ellopni, hogy nem kell aggódni, hogy beindítod a bevásárlónál, vagy vakárhol, és valaki beül, aztán elviszi, nem ugye? Úgyhogy menjünk. Itt vagyok lent, mutatom nektek az autót. Ez a Holden Cruise vadonatúj, van benne, volt benne 8 km, amikor eljöttem, de mire hazértem, már lett benne 40 valamennyi, úgyhogy várjál, mutatom neked. Ez a fehér autó, látod, ez a Holden Cruise. Ezt mondtam, hogy pénteken fejezték be a gyártását, többet ilyet nem fognak gyártani. Ez a legjobb modell, ami létezik, ami azt jelenti, hogy más az eleje neki. Látod, itt a spoiler, meg ilyen oldalt is van, olyan skirting, vagy minek hívják, ilyen body kit. Van rajta egy 18-as kerék, nem egy, hanem 4 darab 18-as kerék, ilyen fajta felnivel, olyan fajta gumival, sport felfüggesztése van neki, elől hátul, és így néz ki az oldala. Mutatom neked az árát, 32.900-ról le van árazva, most 22.416 dollárra. Én amúgy ide minden bele van írva, hogy mi, hogy néz ki, és 10.490-t elengedtek, ahogy látod. Várjál, mutatom neked hátulról is. Ez a hátul, ez a sedan, nem a hatch, ugye, hogy látjátok, van rajta az a kipufogó, ilyen sportosabb kipufogó, aztán ma, ahogy mondtam, van rajta az oldalán balik itt meg az elején, és SRI, ez az a modell, látod? Úgyhogy mutatok neked valamit, várj, megmutatom erről az oldalról is, bár ugyanúgy néz ki, mint a másik oldalról is, gombnyomással nyílnak az ajtai, ugyanúgy, ahogy a Kiának, tehát ide jössz, a kulcs benne van, látod a kezedbe, vagy nem a kezedbe, a zsebedbe, megnyitod. Na most pont lezárt, mert itt volt, és kinyitod! Aztán, még mielőtt megmutatom neked a belsét, megmutatom neked, hogy hogy lehet beindítani az autót, nem mással, mint becsukod az ajtót, otthon vagy, ahogy mondtam, ugye kijössz a garázsból,
kijöttél a garázsból, menjem oda a gombot, nem más, mint ezt a gombot. Fogva tartod. Hallottad? Kulcsnyomással beindult. Tehát mindenki kijössz a garázsból, vagy akár honnét, addig leül az autó. Na várjál, ki kell nyitani. Mutatom neked a belsejét, tehát most megy az autó. Ez a belseje, látod, ilyen sportosabb ülés van benne, már beleraktam a gyerekülést, ahogy mondtam nektek, hogy a Davis majd bele tudjon ülni. Ilyen sportos ülés, bőr, piros csérnával ki van varva, a közepe az nem bőr, hanem ilyen anyag, látod, ilyen anyag. És egy színe van belül, nem kettő színből áll, bár itt a közepe minden kicsikét másabb lenne, bár én úgy nézem, hogy ugyanaz a szín. Na várjál, beülök. Van benne egy szatellit, egy GPS, egy navigáció, várjál, be is indítom neked. Gomnyomásra indul az autó, ugyanúgy, ahogy a Kia. Majd be kell zárni az ajtót. Itt mutatja neked, hogyha mindjárt bejön az egész. Látod, ez a MyLink van benne, ez a Holden. Itt a satellite navigáció, aztán nagyon még nem nézegettem, hogy mi van benne. Tehát, hogyha nyomogatok össze-vissza. Tehát információ, meg rádió, meg mindenféle fajta dolog. Óra, most hogy meg vissza, várja. Várj, kinyitjuk az ajtót. És apukám is itt van. Például a hátsó ülésre. Na, megtalálta, itt a navigáció gombja. Látod, ilyen túl sok gomb van rajta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem tudom, hogy miért. Aztán ebben van még CD játszó is. Hogy miért, nem tudom, ebben még belerakták. Automata ez amúgy, mivel a sportváltozat, ezért lehet vezetni sportmódba is, berakhatod, ugye leg hátul, ide D-be elhúzod és lehet váltogatni vele. Azt mondták, hogy akkor az autó átváltozik ilyen sportmódra, és sportosabb lesz a vezetése, tehát nem fog neked váltogatni össze-vissza, úgy változol, hogy te. Ez egy 1.6-os, azt hiszem, hogy 1.6-os, vagy 1.8-as? 1.2? Milyen módban? 1.6-os? Nem látom. Nem látja, minden nincs az szemek. 1.6-os. Na, 1.6-os turbo motor van benne, amikor odalépsz neki, megindul azért. Nem úgy minden sportautó, de azért belesik ez az ülésbe, aztán megindul, hogy átlag 7-et eszik, hogyha szépen vezeted. Azt mondják, hogy a turbo egész addig nem kapcsol be, még oda nem lépsz neki, egész addig szépen lehet városba vezetgetni. Én, mikor próbálgattam, meg hazajöttem, nekem 17-et evett, ugyanis én úgy vezettem, hogy odaléptem neki, aztán megindult, megállt, meg megindult, úgyhogy nem, ha normálisan vezetek, akkor 7-et eszik általában. De mondtam, nekem 17-et evett, de még hazajöttem. Na, ugyan? Úgyhogy ez a hátulja. Mutatom a hátsó ülést is, a hátsó ülés itt középen ez lejön. Bele tudod rakni az italodat, ez itt bőr, ott ugyanott ilyen nem bőr, hanem ez ilyen mintás. Úgyhogy elég nagy családi autó. A csomagtartója az is rettentő nagy. Majd lehet, hogy mindjárt megmutatom azt is, várj, addig megálltanál, csak hogy a benzin. Na, megáll gombnyomásra, megáll, kinyitod az ajtókat, és akkor látod, hogy mindig rajta van minden. Mind kinyitod az ajtót, elmegy róla minden. Úgyhogy klímás, nem légkondis, amit szeretek, ugye klíma van benne, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy 25 fokot akarsz az autóba, akkor 25 fok lesz az autóba, hogyha 12-t, akkor 12-t, ha 50-t, akkor 50 fok lesz. A légkondibot nem tudod beállítani, hogy hogyan akarod, ott csak beindítod, hogy egyesen, kettesen, hármasan okádja neked a hideget, vagy a meleget. Úgyhogy ez az, ami tetszik benne, ez a klíma. Aztán a kormány. Mutatom a kormányt, azt elfelejtettem elmondani. Ilyen rendes, ilyen bőrkormány, látod, hogy ki van varva, bár nem piros színálva, úgy, mint az ülés, de azért szép. Aztán a kormányban itt benn van, hogy ez a cruise control, hogyha rámész az autópályára és beállítod, hogy te 200-al akarsz menni, akkor 200-al fogsz menni, leveted a lábadat a gázról, meg a fékről, látni, ilyen sportosabb pedál van benne. Automata lámpa van benne, automata ablaktörlő, hogy esik az eső, ugye a lámpa felkapcsol este. Aztán itt akartam megmutatni, ami a Kiában egyáltalán nem volt benne. Van itt van egy ilyen rádiós gomb. Ha megnyomod ezt a gombot, és ilyen Apple telefonod van, legalábbis nekem azt mondták, hogy nekem Apple telefonom van, megnyomod ezt a gombot, ilyenkor az a Siri, vagy hogy mondják magyar, az a Siri bejön, és megmondod neki, hogy hol a legközelebbi McDonald's, és az a GPS-ben megmutatja neked, és odavisz, vagy hogyha valakit fel akarsz hívni, vagy valamit keresel, akkor megmondod a telefonodnak, hogy ezt a gombot megnyomod, megmondod az autónak, és itt a képernyő neked kijelzi, meg megmondja, hogy hova kell menned, meg hova nem kell menned. Úgyhogy a nagyjából azt hiszem ennyi. Amúgy ez ilyen fémes, de amúgy ez mi mondja, csak ilyen fém hatása van neki. Amúgy szerintem hogy szépen egybe van. Tehát, na mindjárt, most felmegyünk, és itt vannak a szüleim, majd még megmutatom neked gyorsan a csomagtartót, aztán utána valószínűleg elmegyünk egyet, és vezetjük is az autót, és a feleségem meg a Lukasz még nem mentek vele, úgyhogy én azt mindent megmutattam. Ja, ami nem tetszik eddig. Ez itt, látod? Ilyen túl picike, és én úgy vezetek, hogy itt a kezem, a válton, és nem tudom hova letenni, mert itt van hátul. Nem érem el a váltót. Mondjuk nem kell váltani, de nem tudom, olyan furcsa. Na ide, majd hozzászokott, hogy véletlenül ezt benne választunk. Úgyhogy, na már megmutatom a csomagtartót, de rettentő nagy.
Na, kinyílott. Hoppá, mindjárt le is esik a helyéről. Oda nézd, látod? Jó nagy a csomagtartója, rettend, jó van nagyobb, mint a kiállja, az üléseket le lehet dönteni, akkor még nagyobb lesz. Aztán ott egy féklámpa. Amúgy, hogyha ez mellett döntenék, akkor azt fogom csinálni, hogy a kerekét ledobjuk róla, rárakunk egy fekete kereket, látod, ilyen 18-as fekete kereket, lematicáztatjuk, vagy az egészet ugye, vagy pedig csak a tetejét, meg valamit ide az oldalába, a skirtinget, mondjuk ilyen karbonra, vagy feketére, vagy majd meglátjuk. Bár nem tudom, lehet, hogy a karbonra kéne mondjuk ezt ugye lematricázni, ilyen karbon hatással, meg az oldalán, vagy a tetejét meg ilyen mindenképpen ilyen világos feketére szerintem. Aztán az is gondolkodtam, hogy lehet, hogy az egész autót le kellene majd ilyen króm, ilyen piros szatin króm. Minden, majd mutatok róla a képet. Ma meglátjuk. Úgyhogy, ahogy mondtam, most felmegyünk, és majd később visszajövünk és vezetjük is egyet, valószínűleg majd sötétbe. Na menjünk. Na közben menjünk fel, nézd, ugyan itt egy ilyen Holden, csak ez kétüléses útba, és ilyen fekete kerékre gondoltam, ugyanilyen az eleje, hasonló. Na megmutatom neked a hátulját, látod, hogy így néz ki ez a két ajtós, ez a jut, ez a Holden, ugyanolyan, mint a Cruise, csak ez V8-as, igen, mert ez az SS, általában munkások használják, és nincsen hátulja, lehet pakolni amúgy. Amúgy a fekete kerék az szép rajta. Na menjünk! Na mi a helyzet, Lukasz, mit csinálsz? Alszol? Jaj, te! Itt a másik önnyúszi is, közben elmentek a szüleim. Úgyhogy, hoppá, most nem más úgy csinálom, hogy el fogunk egyet venni, hogy megnézzük ezt az autót, hogyan megy. Rendben van? Te vezeted, vagy én vezetem? Én! Te? Rendben van. És ott lesz, pum! Ja. Úgyhogy nem, én vezetek. A Lukasz még nem tud vezetni, amúgy majd elmegy megtanulni vezetni, még van neki. Hány éved van még a vezetésig? Nem is 8. Nem is 8, 9. Mikor? 16 és fél éves korodtól el lehet kezdeni tanulni. És 17-től lehet menni vezetni, ugye? Ja. Ami az időm ilyen, mutatom, látod? Ilyen felhős, ilyen esőre, de amúgy nem esett. Úgyhogy amúgy egész héten ilyen idő volt, ilyen tavaszias, bolondos idő. Mivel játszol te? Mert kijött egy ilyen kisebb változata, ugye? Egy ilyen másik változata, múltkor láttuk a boltba. Amúgy tudod mi furcsa van? Az, hogy nem zenés videót készítek, ugyanis mikor zenés videót készítek, akkor ugye filmezek dolgokat, amit általában nem filmeznék, és azokat a dolgokat zenére ugye megszerkeztem. Ugye a videó közé, akkor befejezem a beszédet, bejön a zene, és például filmezném mondjuk ezt, egy ilyen 2 másodpercben betenném, hogy a Lukasz játszik a Davis-szel, az így megy tovább az egész. Úgyhogy ezt már nem filmezem. Most az elmúlt egy jó pár hétben, nem? Mióta készítek ilyen videókat? Egy jó pár hete most már, hogy ilyen zenés videó. Nem tudom, én szeretem őket még mindig készíteni, mert számomra érdekesek, mindig keresni kell valamit, ugye, hogy aznap hogyan kezdjem el a videót, vagy hogy mi legyen ugye fő téma, és nem tudom, számomra érdekesebb filmezni őket, meg szerkeszteni őket, mint mondjuk a mai videót, bár a mai videó ugye egy kicsit érdekes, mert itt az autó, de ha nem lenne itt az autó, akkor hazajönnék mondjuk munkából, ugye nem zenésre videó lenne, és csak filmezek, és na milyen. Hogyha gondoljátok, írjátok meg, hogy nektek még mindig melyik tetszik jobban. A zenés videók tetszenek jobban, mikor zenére vannak megszerkesztve, vagy pedig mondjuk ez a mai videó, kivéve mondjuk ne az autó, de ez a mai videó, mikor csak beszélek, és na mindjárt, és nincsen benne zene. Na, úgyhogy, amint a Davis-ot kiitta magát, én is iszok egyet, megnézzük, mit csinál a feleségem, aztán valamelyre elvesztettük, mert túl messze nem akarok elmenni. Ugyanis nem telerakták, az a 3. rakták az autó, mert ugyanis megtankolták még mielőtt eljöttünk. Hogy eljöttem, de olyan nagyon messze nem akarok elvezetni. Én tudom, hogy megy az autó, csak azt akarom megnézni, vagy megmutatni a feleségemnek, a Lukasznak, hogy mekkora a hely benne, meg hogy kényelmes-e, vagy nem. Ja, mit mondasz? Davis már készen áll, dig, ja. Úgy megy a mosógép. Úgyhogy nem tudom, nekem tetszik az autó, pár dolog tetszik benne, persze egy-két dolog, ami nem tetszik benne, de a kiállás mondjuk jobb meg, hogy nagyobb, az biztos. Nézd ki most kell a sokkába. Mit? Na, hova hozol a sapkámat? Ez a munkás sapkám, Nyuszi. Nekem hoztad, most menjek el dolgozni? De miért? Nézd, látod? Tehát ez vizes! De hogy tetted ki a mosógépből? Te, a mami nem lesz boldog. Be kell rakni a szállítóba. Úgyhogy nem tudom, nehéz döntés mindig ez az autó vásárlása. Ami nagyon-nagyon tetszik ebbe az autóba, az az ára. Ugyanis 30 mennyi kettőről nem annyira le van árazva, tehát több mint 10.000 dollárt elengednek. 10.000 dollár, az nagyon sok pénz. Úgyhogy, mi a helyzet, Nyuszi? Az nagyon tetszik benne, és nem tudom, a Ford Focus, az automata. Amit akartam mondani, a Ford Focus automatába, a sport változatba,
28.500 dollár manuálisban, amit néztem, az 26.000 dollár. Tehát azért van különbség, pár ezer dollár, mennyi ezer dollár, 4-5 ezer dollár, attól függ, hogy tud lealkudni, de ilyen 4 ezer dollár különbség minimum van közte, de nem tudom. Majd meg fogom azért lealkudni meg ezt is. Tehát, hogy holnap oda megyek, a Kiát azt ugye becserélik. A Mazdát azt nem cseréljük be, múltkor valaki kérdezte, hogy becserélik a Mazdát? Nem, a Mazdát azt nem cseréljük be. Hogyha Mustanggal mennénk, úgyis valószínűleg nem azt fogjuk megvenni, mert ugye túl pici, hogyha végül is belegondolsz, de hogyha azt mondja, hogy döntünk, vagy döntöttünk volna, vagy még mindig döntünk, akkor lehet, hogy a Mazdát is be kell rá cserélni. Na minden? Vezetünk! Jelenleg mindenkinek tetszik az autó, most beleraktam a sportmódba, úgyhogy visszarakjuk kettőbe, ilyen triptonika váltójad, ugye automata be tudod látod így rakni, és tudod föl lerakolgatni a sebességeket. Tehát amikor beraktam, most sportmódban vagyunk, hogy odalépünk neki, várj, megvárjuk, még elmennek az autók, akkor a kipufogó miatt, hogy ilyen átvált sportosra, és azért lehet hallani, és figyeld, mutatom. Sportos! Na várj, visszalakjuk, lelassítunk, átfél a rendőr. Ugye nem olyan, mint a Mazda, ugye nem lesz olyan hangja, nem fog úgy megindulni, hogy de azért lehet hallani azt a kipfogóba azt a zajt, nem a zajt, azt a hangot, amikor így ugye, olyan sportosabb, ugye? Lehet, hogy a kamerán ti annyira nem halljátok amúgy, de itt bent lehet hallani, és át lehet váltani sportosra. Már mutatom? Itt van a váltó, és hogyha ezt elhúzzuk, várjátok a körfogalom, ide ki balra, akkor fel lehet ugye váltogatni a sebességet, és ilyenkor kiírja, várj, megpróbálom mutatni, most már késő. Egészségedre! Ilyenkor kírja, hogy sport módba vagy. Úgyhogy addig húzathatod az autót, meg hasonló dolgok, amit szerintem nagyon nem fogunk ugye használni, mert ha sportozni akarunk, akkor ott a Mazda. Na minden. De ez is egy jó dolog benne még is. Amúgy itt megyünk, mentünk egy ilyen jó nagy kört, úgyhogy... Lukasz, hogy tetszik? Jó. Tetszik? Minden tetszik benne? Jó. Úgyhogy holnap elmegyünk, aztán nézzük a fókuszt is, valószínűleg majd munka után. Biztos nem munka előtt, mert ugye reggelétkor kezdek, de nem tudom. Szép, nagy, jó van nagyobb mind a Kia, ugye? Jó van nagyobb mind a Kia. Úgyhogy ebben biztos kényelmesen bele fogunk férni, elmehetünk vele Sydneybe, Melbournebe, Adelaidebe, még egész Ausztrália körbe is autózhatunk. Ugyanis jó nagy hely van, főleg a csomagtartó is nagy hely van. Na minden, ugye most elmegyünk hazafelé. Hazaérkeztünk, kivezettük magunkat, ahogy látjátok, közben be is összételett a Lucasnak a Davis éppen fürdenek, a feleségem ott van ő velük. Én meg hazajöttem és elkezdtem nézni, ugye mondtam, hogy ha a minden jó autó mellett döntünk, vagy a Ford mellett, hagyják lám most veszünk, illetve aztán úgy döntünk, hogy nem is veszünk. Na minden? Hogyha a Ford mellett is döntünk, vagy a Holden mellett döntünk, át szeretném kicsiket így alakítani az autót, mondtam, hogy kereket szeretnék rá rakni, és itt nézegettem a képeket, mutatom nektek, hogy mire gondoltam. Találtam egy ilyen fehér Chevrolet-et, mert tudom, hogy ezt nálatok Chevrolet-nek hívják, Chevrolet Cruise-nak, azt hiszem úgy hívják nálatok. Hogyha rosszul tudom, akkor rosszul tudom. Lehet, hogy látom, nincs is ilyen autó. Na minden? Ha van, ha nincsen, de mutatok róla egy képet. Ugye az autó az tiszta fehér. És gondolkoztam rajta, hogy ugye a kereket lecserélem, meg rakok rá. Ugye lehet kapni ilyen matricát, nem lefestik az autót, hanem lematricázzák, és van ilyen többfajta lehetőség. Gondolkodtam rajta, hogy mi lenne, hogy az egészet ilyen kék vagy piros krommal ugye befedném, és hogy néznek ki, vagy valami hasonlóval. De... nem tudom, hogy ugye hogy néznek ki az egész autó, nem nagyon lehet látni ilyen autókat, kivéve múltkor, amikor mutattam nektek azt a Mercedes-t. Az egész ilyen kékes krom volt, és furcsa volt, érdekes volt, de mindennapos használatra nem érdekes lenne. Na minden, hogyha nem is az egész autó, de egy pár dolgot ugye szeretnék rajta változtatni, és mutatom, hogy mit. Feltem egy ilyen fényképet. Na, ez az autó áll itt lent, ugye ugyanilyen fehérben. Amit ezen az autót csináltak, ugye fekete kereket, amit én akartam rárakni, a sötétítés ugye az ablakra le van sötétítve, a tükör le van fóliázva, ugye ugyanúgy, a hátulján is van, látod itt a kicsi kis spoiler, ilyen kis kicsi kis fekete, a tetején is ilyen fekete, ugye ez a fényes fekete, és az alján is valami van legalább, biztos, hogy az elején is az elejét nem mutatják, tehát ez egy ilyen elegánsabb, nem olyan túl sportosabb, ugyanis találtam itt ilyeneket, látod? Ez ilyen más a színe, ugye nem fehér a színe, de az egész át van ugye az eleje, a teteje, ráraktak egy ilyen BMW MS logót, hogy miért nem tudom. Aztán hol van még? Na látod? Itt megcsinálták az elejét is. Szóval valami ilyesmire gondoltam, ott bent hallod, ültek, ott egymást locsolják vízzel. Aztán találtam egy másik fajtát. Oda néz.
ilyen kamuflás. Látod, hogy néznek ki szerinted? Mondjuk nem a Lamborghini, ugye persze nem. Ez a Holden, gondolom, hogy ilyenre megcsinálnám, érdekes lenne, de... Na milyen? Úgyhogy ezeket nézegettem, mikor hazajöttünk. Holnap elmegy dolgozni, aztán majd holnap valamikor, nem tudom, lehet, hogy délelőtt vagy délután visszaviszem el, megnézni ezt a Ford Focust is. Aztán majd meglátjuk, hogy ugye milyen árat tudunk kigondolni, hanem ajánlunk egy árat, ugye, mert a Kia-t az ott hagyom, becserélem, hogy meglátjuk, hogy ők mit ajánlanak a Kia-ért, mi mit ajánlunk az autóért, és ha jó meg tudunk egyezni, akkor lehet, hogy elhozzuk, hogyha nem, akkor lehet, hogy megnézzük a Focust, vagy majd meglátjuk. Na mindegy. Úgyhogy most ezen gondolkodtunk, valószínűleg az elmúlt pár napban ki fog derülni, hogy mit csinálunk, hogy döntünk, hogy most becseréljük-e, vagy még várunk-e, ha be is cserék, ugye, hogy melyikre. És múltkor valaki mondta nekem, hogy ha meg is veszik az autót, legyen meglepetés, hogy melyiket vesszük meg. Úgyhogy nem tudom, ezt megtartsuk a meglepetésnek, hogy ez mellett döntünk, vagy a Ford mellett döntünk. Hogyha nem véletlen nem veszünk, akkor ugye megmondom, hogy nem vettünk. És megmutassam-e nektek, tehát eláruljam-e, hogy megvettük-e, vagy nem vettük meg. Meg! Hogyha meg is veszük, hogy hogy csinálom meg. Tehát ugye láttátok most az autót, tegyük fel ezt most megveszünk, láttátok most, hogy néz ki. És mutassam a folyamatot, mikor így alakul át az autót, amikor rakok rá kereket, le lesz matricázva, sötétítve, hasonló dolgok. Vagy nem mutassam a folyamatot, csak mutassam meg nektek a végleges autót, és a mondjuk egy 2-3 hét múlva, amikor mondjuk a hétvégén megveszünk, 2-3 hét múlva, hogyha elkészül az autó, megmutassam nektek egy videóba, így az egész folyamatot ugye ilyen 15-20 perces videóba, és nem kell ugye várni, hogy holnap ide megyünk, jövő héten oda megyünk, és ezt rakják az autóra, nem így meg tudjátok nézni. Úgyhogy ha gondoljátok, majd írjátok meg, hogy hogyan legyen, tehát meglepetés legyen az autó, vagy ne. Hogyha meg is mondom az autót, akkor a folyamatot mutassam-e, vagy nem. Na minden, úgyhogy ezt a mai videót itt befejezem, de még mindent befejezem, amit akarok mutatni. És már régóta akartam nektek ezt mutatni, mert valamiki kérte, nem is egyen, többen kértétek. Ugye nálunk kijött az új 5 dolláros, úgyhogy ezt várjál, megmutatom neked, közben jön a Davis a fürdőkádból, csak előveszem a pénzt, ott megy. A Lukasz még mindig bennül. Nemrégen kijött az új 5 dolláros, mondtátok többen, hogy mutassam meg, hogy hogyan néz ki, bár biztos, hogy láthatok sokan ilyet, ha más nem fényképen. Itt van az új 5 dolláros. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen volt a régi 5 dolláros. Hasonló volt, várjál, próbálom úgy mutatni, hogy lássátok. Hasonló volt az új, a régi 5 dolláros. A régi nem volt ilyen csík, látod? Ilyen átlátszó csík, ezzel az egész itt át lehet látni. És ugyanálunk ilyen a pénz. Ki lehet most ezzel együrni, nem lesz nagyon sok baja. Ami gondol ezzel az 5 dollárosra, csak azért is akartam megmutatni, mert sok helyen az automata nem fogadja el, mivel hát van ebben ez az átlátszó valami. Tehát, hogy elmész veszel egy kólát, vagy egy chipset, vagy valamit, hiába bedugod, azt mondja az automata, hogy ez hamis 5 dolláros, és nem fogadja el, legalábbis ez volt a hírekben. Úgyhogy ezért gond van ezzel az 5 dollárosra, pedig rettentő sok pénzt ráköltöttek, hogy kicseréljék őket, és most még nem működik. Úgyhogy az összes automatát át kell állítani. Gondoltam, hogy így néz ki az 5 dolláros, nem mutatom nektek, és ez a probléma vele. Na, úgyhogy 5 dollárosra letesszük, ezt a mai videót itt most én befejezem, úgyhogy mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni attól függ, hogy mikor nézzük ezt a videót, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!